Bodoni Zsolt és Herman Levente képzőművészek gyerekkori barátok. Együtt jártak iskolába, és kapcsolatuk ezután sem szűnt meg, sőt, még inkább megerősödött. Ezt bizonyítja a november 3-án megnyílt kettős tárlatuk a Sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban. Ez a tárlat, ez 20 képet mutat be, egy gyönyörű, hatalmas térben. Az utóbbi 2,5 évben kezdtem el ezzel foglalkozni, ami itt látható, hogy több rétegű vásznakat teszek egymásra, a hátulról bevilágítom, ezek fényáteresztő vásznak, és ezeket megfestem. Ebből fakadóan több olvasata van egy-egy képnek. Felkapcsolt külső világítással egy ábrát látunk, mikor az lekapcsolódik, összeolvad a külső a hátsóval, és így lesz egy új, valami más. Bodoni Zsolt kiállításának címe Hibrid, amely a művész által képviselt technikára vonatkozik. Tárlatát Zú Deodát, filozófia történész, a kiállítás kurátora méltatta. Zsolt nagyon sokat segített benne, hogy a képeket installáljuk. Ugye ez elsősorban azért fontos, én is sokat tanultam belőle, mert hogy egy olyan technikáról van szó, vagy olyan technikáknak a kombinációjáról, amelyet meglehetősen nehéz, sőt mondjuk ki nagyon nehéz tulajdonképpen installálni, nagyon nehéz valahogyan úgy elhelyezni, hogy mondjon valamit a közönségnek, és hát ehhez próbáltuk egymást támogatni, úgyhogy az a legjobb, amikor a kurátornak van segítsége, a művész tulajdonképpen technikai jellegű segítséget tud neki adni, tehát nem értelmezni akartok mi feltétlenül ezeket a dolgokat elsősorban, hanem hát úgy megmutatni, hogy értelmezhetőek legyenek másoknak. És ez egy nagy tapasztalat volt. Ja igen, az alaphang, ami jelen pillanatban nem szól, de amúgy a kiállítás része. Van egy kísérleti zenekarunk, a Mújkó, és hát ez is kb. Olyan kísérleti műfaj, mint amikkel foglalkozok a képek. És úgy éreztem, hogy valami kell ezek alá, hogy ne csak a relék kapcsolgatása hallatszon a kiállítás alatt, hanem szóljon ez a kis kísérleti hang. Herman Levente munkásságának egyik fő motívuma az otthonkeresés. Művein többnyire az erdélyi gyerek és fiatalkor nosztalgikus helyszínei, valamint a betonfalakkal határolt és azok között zajló nagyvárosi élet velejárói jelennek meg. Eredetileg ugye Bodoni Zsolttal együtt állítottunk ki, illetve egy napon, és én lettem volna eredetileg a emüknek a fenti helyiségében, de mivel az ő installációja olyan, hogy neki egy sötét helyiségre volt szüksége, így cseréltünk, és lényegében ez adott nekem egy olyan ötletet, hogy a képeim mellé, amelyek lényegében zömében betont, meg különböző ilyen kietlen ipari tájakat ábrázolnak, készítsek is 3D-s betondarabokat Hungarocába. A figuratív, nagyméretű olajfestmények kiállítás címe Beton. A Látó Szépirodalmi Folyóirat főszerkesztője Vida Gábor nyitotta meg. Az épített környezet elfedi a természetet, meg is tünteti, bezárja az embert valamibe, ami nem élő már, és végső soron kizárja a önmagából. A cement eredetileg egy kötőanyag, amely a köveket és a téglát tartotta össze. Ma már ez a habas lett az anyag. Ezt kell vassal erősíteni, kővel és üveggel dekorálni. Ugye a szocializmus terménye minden a város köré valamilyen szinten a betontömböket épített. A tájban a közös valószínűleg szerintem a dombok, amik ugyanúgy körülveszik vásárhelyt, mint élesdet. Az Erdélyi Művészeti Központ idei utolsó kiállítás megnyitóját nagy érdeklődése veszte. Igazából nem találkoztam még ezzel a fajta stílussal, és nagyon meglepett, mert igazából nem is néztem a Bodoni Zsolt után, hogy milyen képei lehetnek. Igazából a Herman Leventéért jöttem, de nagyon meglepődtem, és nagyon tetszik az egész kiállítás. Tetszik, hogy két képet látsz egyben igazából, és hogy színesen meg van világítva. Nagyon tetszik amúgy tetszik.
Mindkét tárlatanyagát háromnyelvű katalógust kíséri Vida Gábor, illetve Zhu Deodát előszavával a már megszokott igényes kivitelezésben. A két kiállítás 2024. január 13-áig látogatható az Erdélyi Művészeti Központban.